kérdésezett a MÁV csoportszintű érdekegyeztető tanácsa. Első napi rendi pontja a home office-szal és a távmunkával kapcsolatos kérdések megtárgyalása. A tulajdonos képviseletében tanácskozáson Nagy Bálint államtitkár és Bartal Tamás helyettes államtitkár képviselte a tulajdonos. A VDSZ-es szólítás azt javasolta a tulajdonosi képviselőknek, hogy a home office-szal és a távmunkával kapcsolatos döntését a tulajdonos szeptember közepéig függessze fel, állítsa helyre a jogbiztonság helyzetét, a jogi helyzetet, vizsgálja meg, hogy a home office-ban és távmunkában lévő munkavállalók a szociális helyzetük, az életkörülményük, a munkaképességüket vizsgálja meg, hogy kinek szükséges a home office-t és a távmunkát továbbra is fenntartani, valamint azokat a munkahelyeket, ahova visszakényszerítette a kollégáinkat dolgozni, azokat a meleg környezetben megfelelő munkavégzési helyet teremtsen, tehát klimatizálja. A tulajdonos képviselői azt kérték a MÁV ZRT vezetőitől, hogy erről készítsenek a miniszternek egy feljegyzést, amely a hétfői napon el fog készülni, és a miniszter asztalára kerül, hogy döntsön ebbe a kérdésbe. Második napi rendi pontként a MÁV csoport átalakítása került terítékre. Az alapító határozat értelmében a MÁV csoport vezetésének szeptemberig kell az asztalra letelni az eve elkészített koncepcióját. Azt kértük a munkáltatótól, hogy ebbe az elkészítési folyamatba vonjon be minket, és amikor már elkészült a döntés előtti helyzetben, kérje ki a véleményünket. A harmadik napirendi pontként a kalóz nélküli közlekedés témája került sorrendre. Itt a munkáltató további egyeztetéseket fog folytatni a szakszervezetekkel a kalóz nélküli közlekedés bevezetés módjáról, érintettek létszámáról, a technikai megvalósításáról. Itt is hangsúlyozta a munkáltató, hogy a VDSZ-es szólítás által megkötött foglalkoztatási megállapodás betartása mellett ez egyetlen egy vezető jegyvizsgáló munkahelyében sem fog semmilyen változást okozni.